A hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Bagyánszky János, lovas szakember. Mai beszélgetésünk témája elég érdekes, mi több, újszerű, ugyanis megalakult a Magyar Lovas Mentőszolgálat. És ha jól tudom, ez a te érdemed. Üdvözöllek, szeretettel köszöntöm a nézőket. Hogy az én érdememe, az talán egy kicsit messze menő. Mondjuk úgy, hogy az én fejemből pattant ki az ötlet, hogy hideg téli estéken nem tudtam magammal mit kezdeni. És ugye mi évek óta lovakkal foglalkozunk, ugye lovagoltatással, lovastúrák szervezésével, lovasiskoláztatással, gyerektáborosztatással, és bennem egész egyszerűen felmerült a téli estéken, hogy ha már az ember ennyire szerencsés helyzetben van, hogy egészséges, megfelelő mennyiségű szabadideje van, megfelelő mennyiségű pénze van, és azzal foglalkozhat, amit szeret, és ha már lovakkal foglalkozunk, és a lovak iránt egy szeretettel élünk, akkor csináljunk ezzel a történettel valami olyan dolgot, ami az ország számára, vagy az emberek számára hasznos. És ez hasznos, legyen egy lovas mentőszolgálat. Hát bízom benne, mert... Vagy eddig nem volt, ezt tegyük hozzá, vagy volt valamikor a múlt században, vagy valamikor? De rengeteg időt töltöttem azzal, hogy ennek kutassam az eredetét. Tehát pont azért, hogy nehogy azt mondjuk méltánytalanul, hogy ez valami tőlünk eredő ötlet, mert Nyugat-Európában ennek, vagy az Egyesült Államokban, vagy az afrikai kontinensen, Ausztráliában, Új-Zélandon ennek a lovasmentő szolgálatoknak óriási kultusza, vagy óriási kultúrája van. Magyarországon ennek még nem találtam nyomát. Hogy kifejezetten olyan lovas képzett szakembereket alkossunk, vagy fogjunk csoportba Magyarországon, akik képesek arra, hogy mondjuk egy eltűnt személy keresésénél, egy árvízi védekezésnél, ugye a téli példáknál mondjuk a behalzott utakon, behalzott települések ellátásánál, árvízi védekezésnél, erdőtüzeknél, erdei baleseteknél, speciális esetekben mondjuk közúti baleseteknél, ugye lovakkal részt vegyenek a mentésekben, és azt a évszázadokra visszanyúló kultikus együttműködését ló és ember között a mai modern világban is egy olyan fajta praktikus és hasznos szintre emeljük, ahol a lovak alapvetően részt vehetnek ugye az emberek szolgálatában és mentésében, az ő gyorsaságuknak és erejüknek a kihasználásával. Itt két felé lehet választani ezt a témát. Egyszer az, hogy a lovakkal meg lehet közelíteni bizonyos helyeket, bizonyos időjárási körülmények között, és van egy másik, ami kimondottan a lovas eseményekre, a lovas versenyekre, vagy akár a lovas túrára vonatkozik, amikor úgymond ott sérül meg valaki. Egy lovas eseménye. Így van. Tehát alapvetően itt a lovas mentőknek a képzettségén múlik. Az melyik ennek a fontosabb most? Az, hogy lovas eseményeken, versenyeken lovas mentő legyen ott, vagy inkább az, hogy olyan helyeken le is eljussanak a mentősök, ugye lovak segítsége, ha egyébként nehéz lenne másképpen. Bontsuk szét ezt a két témát. Ugye az egyik arról szól, mondjuk kapunk egy telefont, hogy Pécsen eltűnt egy kisgyerek, keresik őt. Segítsünk ebbe a keresési munkába. Ugye ennek a gyakorlata, amit az emberek látnak mondjuk a televízión keresztül, mondjuk egy híradóba, ugye az, hogy csatárláncot alkotva polgárőrök, hatósági személyek, önkéntesek, bárki haladnak és keresik ezeket a személyeket. De mondjuk egy ilyen lovas csoport kétfős ugye, osztagokra szétbontva, a gyalogosokhoz vagy a gépjárművekhez képest nagyon gyorsan haladva ugyanannyi idő alatt óriási területet tudnak bejárni, lovon ülve mégis egy más perspektíva alapján magasabban ülve jobban átlátnak egy területet, bejutnak olyan helyekre, ahol a gyalogosok nem, tehát ha kell vízen mennek át, ha kell erdőkön mennek át, bokrosokon mennek keresztül, oda, ahol a gépjárművek nem jutnak be, hegyekbe, erdőkbe, bármilyen olyan terep adottságok mellett is tudnak haladni gyorsan, ahol mondjuk a gyalogosok vagy a gépjárművek nem. Tehát legyen szó bármilyen ilyen terep körülményekről. De mondjuk itt azért megszállott emberekről és kiválóan képzett lovasokról legyen szó. A másik, ugye, hogy a Magyar Vöröskeresztnek a Pest megyei szervezetével ugye kötöttünk egy megállapodást, ami alapján most június 15-től elindul egy folyamatos lovas életmentő képzés. Ezeket az embereket középszinten arra képezzük ki. Lovas életmentő képzés, ez a neve akkor. Hát ezt úgy kell elképzelni itt, mint egy régmúltú
amerikai filmsorozatban a vízparti életmentőknek a feladatát, hogy ezek a lovasmentők ugye alkalmasak lesznek arra, hogy akár mondjuk egy lovardai környezetben, lovasversenyeken, egész egyszerűen a mindennapi lovas életben, ha történik valami baleset, ott legyenek, és addig, amíg a szakszolgálat, mondjuk még egy mentőautó vagy egy mentőhelikopter kiér, addig a sérülteket ellássák. Ugye nagyon életbevágó és nagyon mindennapi kérdés az, hogy a folyamatos terepen való lovaglás. Terepen azért olyan előre nem látható körülmények léphetnek elő, vagy léphetnek, vagy alakulhatnak ki, ahol mondjuk a lovak szétszaladnak, x ember megsérül, és azért a saját példámból, ugye mindennapi gyakorlatomból jött ez a gondolat, hogyha mondjuk kint történne mondjuk az én csoportomban egy ilyen baleset, olyan azt látom, hogy az ember eszméletlenül fekszik a földön, mondjuk a legjobb barátom fekszik, oda csapta mondjuk a ló a fához, spriccel belőle a vér, kiáll három bordája, meg a combcsontja kiáll a lábából, azt a mentőknek elmagyarázni telefonon keresztül, hogy hova kell jönni, hogy megtaláltok minket a akácerdő meg a napraforgó tábla sarkán, még a mentők kiérnek, én személy szerint nem kockáztatnám meg azt, hogy mondjuk én a barátaim közül bárkit ezért elveszítsek. Tehát szánok annyi időt, energiát, némiképp pénzt erre a történetre, hogy nekem ez a képzettségem meglegyen, és ilyen körülmények között bárkinek tudjak segíteni. És ezt hiányzik ezek szerint. Tehát most kimennek a terep, a túralovasok, ugye, csoportokkal, és hogyha baj van, akkor lehet, hogy nem tudnának segíteni? Hát a legjobb tudomásom szerint ugye Magyarországon a rendszer úgy működik, hogy amikor ugye a jogosítványt meg kell szerezned, akkor egy alapfokú elsősegély tanfolyamot elvégzel. Én, nekem is ugye x év óta van jogosítványom, tehát lehet, hogy igen bajba lennék, hogyha mondjuk ezzel a tudással kéne nekem odaállnom egy ilyen eseménynél, hiszen ezt elvégezzük, aztán elfelejtjük. Tehát egy kényszerűség. Még lovas szakemberekként, mi a minden nap ezzel foglalkozunk, ez egy minden nap használható aktív tudás. Magyarországon ugye a legkisebb lovas rendezvényeken is kötelező lenne ugye a mentőszolgálatoknak a jelenléte. Hiszen tényleg egy olyan erőtömegről, egy olyan állatról beszélünk, én mindig megcsodálom, amikor így valakit látok lovagolni. Tehát sokszor csak ülök otthon és nézem a pályán a lovasokat, hogy van egy 5-6-800 kilós állat, ami erejében, méretében sokkal erősebb és dominánsabb, mint mi, és mégis együttműködik velünk, mégis szeret minket, mégis kiszolgál minket, de mégis a ló egy menekülő állat, és a lovaglás egy fokozottan veszélyes sport. Tehát ezt a legjobb indulattal is mondhatja az ember, hogy a lovak jelleméből vagy működéséből kizárólag azért képes mondjuk nagyon hirtelen irányváltoztatásokra, nagyon hirtelen indulatokra, amiből ugye nagyon komoly balesetek származhatnak. És ezekben az esetekben általában, hogy a hobbi szintű lovaglásnál ugye elmondható, hogy a kis házi versenyeken, a kis hobbistálók versenyein, a kis családi tanyáknak a versenyein, Magyarországon azért a lovaglás abban a cipőben jár még, hogy ezeken a rendezvényeken a mentőszolgálatoknak a részvételét nem lehet megfizetni. Uh-huh. Ha ezt hasonló képzettségű embereknek a biztosításával, ugye oda tudjuk küldeni ezeket a lovas mentőket, és a ló olyan szintű lovas nemes értelmében, hogy akár lóháton egy terepversenyre, akik képesek a lovasok után lóval kimenni ezeken a káreseményeknél, akkor igazán ezek az emberek teljesen alkalmasak arra, hogy amíg speciális körülmények között, ha olyan baleset következik be, még a mentőhelikopter odaér, vagy a mentők odaérnek, ezeket a sérülteket el tudják látni, vagy nehogy Isten az embert életben tudják tartani. A Magyar Vörös Kereszt hogy fogadta egyébként a megkeresésedet? Mit mondtak, mikor meghallgattak téged? Hát kölcsönös volt mindenképpen az örömünk, mert a Vörös Keresztnek ugye a Pest megyei szervezetének a vezetősége, amikor elbeszélgettem, ők azt mondták, hogy egy igen remek ötlet és nagyon jó fogadtatásra talált, hiszen ők is minden évben rengeteg embert látnak el ugye Budapest perifériáján, hiszen rengeteg hajléktalan ember él, sátrakban, odvakban, barlangokban, a város kerületén. Ők ugye ezt pokrócokkal, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel ellátják, hogy igyekszenek nekik segíteni, de az ő működésükben is óriási segítség lenne, tehát ők is megemlítették, hogy eljátszottak már annak a gondolatával, hogy magának a Vörös Keresztnek legyen egy olyan lovas mentőcsapata, akik képesek mondjuk legalább ezeknél a időszaki eseményeknél lóháton kivinni a pokrócokat, gyógyszereket, élelmiszereket, hiszen a terepjárók kis létszáma a költségvetések lehetősége szempontjából sokkal kedvezőbb fenntartású, sokkal olcsóbb lenne mondjuk egy lovas csapattal a való együttműködés. Itt megint a lovak nagyon gyorsan kiérnek olyan helyekre, ahol a terepjárók amelyik megközelíthetetlenek ezek a helyszínek. Kik lehetnek lovas életmentők? Ez egy nagyon jó kérdés. Ha egymásra nézünk mondjuk otthon,
ha műsorban hangzik el, hanem akkor is azt mondanám, hogy az ember ránéz a másikra, és azt mondja, hogy bolond. Egyrészt azért olyan képességű lovasok kellenek lelkileg, akik minden időjárási körülményben szeretnének segíteni. És ugye a saját biztonságukhoz való tudásuk megvan. Nem tudjuk másképp kiválogatni ugye a lovasokat, mint hogy egy nagyobb magyarországi pénzintézetnek a segítségével idén augusztusban fogunk egy terepkupát rendezni, ahol 25-30 kilométeren egy olyan tereptájékozódási versenyt fogunk szervezni, ahol különböző ügyességi feladatok mellett különböző mentési feladatokat, alapfeladatokat, érdekességeket kell ellátni a versenyzőknek, és igyekszünk ebből a társaságból ugye az erre alkalmas lovasokat meghívni, kiválogatni erre a célra. Tehát Facebook oldalunkon... Szerinted lesznek jelentkezők? Fogja érdekelni a lovas társadalom egy részét az, hogy lovas életmentő lehessek? Úgy gondolom, hogy egyrészt ez praktikum, hasznosság, másrészt van ebben azért kalandvágy is. Azért a fiatalok részéről, az idősebbek részéről volt olyan huszár alakulat, aki megígyezte nálunk, mikor pályáinkon gyakoroltak, hogy ez egy annyira jó cél, tehát egy annyira hasznos cél, hogy a mindennapi hobbi mellett egy olyan dolgot tehetünk, ami mindenki számára jó. Nem csak a lovasok számára, hanem ez egyszerű közéletben ugye a polgárok számára is. Én úgy gondolom, hogy bárki lehet lovasmentő, mert az, hogy alkalmas erre a feladatra, ahhoz a példához tudnám csatolni, mint hogy nem tudod kipróbálni azt, hogy tudsz-e úszni, csak akkor, hogyha beugrasz a medencébe. De gondolom azért akárki nem lehet, hiszen egy tanfolyamot el kell végezni, vagy nem? Így van. Tehát a Magyar Vöröskereszt készített nekünk egy speciális, ugye lovas körülményekre lebontott oktatási anyagot. Ugye június 15-én és 16-án lesz az első ilyen képzésünk Fóton az Aranysomjó Lovasparkban. És ez egy 32 órás képzésen keresztül ugye visszik végig azokon az eseményeken és feladatokon a résztvevőket, hogy a legapróbb lovardai rálépett a lábamra a boxban a lovam című balesettől kezdve a legkomolyabb defibrillátor használatáig, életmentésig, újraélesztési folyamatokig végigvisszük ezen az úton a tisztelt jelentkezőket. Kik lesznek az oktatók, a tanárok? A Magyar Vöröskereszt munkatársai, tehát az erre képzett szakoktatók. És kapnak valami, akik elvégezték? Igen, magát a rendszert úgy kell elképzelni. Bekerülnek egy rendszerbe, és akkor innentől kezdve akkor lehet őket hívni, lehet őket küldeni? Így van. Tehát mindenki ugye jelentkezhet a mi egyesületünknél. Onnantól kezdve a résztvevők és sikeresen elvégzik ezt a tanfolyamot, ők ugye egy középfokú bizonyítványt és egy arcképes igazolványt kapnak, hogy ők erre a képességgel, ezzel a tudással rendelkeznek. Tehát őket onnantól kezdve a különböző lovas rendezvényekre, lovardákban, feladatoknál lehet hívni, tudnak ezekben a feladatokban segíteni. A Magyar Lovas Szövetség tud-e erről a kezdeményezésről? Még nem. Mivel ugye ők rengeteg versenyt rendeznek, rengeteg, tehát már csak emiatt kérdezem. Ahol lehet, hogy el kellene akkor egy-két ilyen emberke. Én mindenképpen szeretném kiérdemelni azt a szintet, amikor a Lovas Szövetséggel erről tudunk beszélni. Tehát szeretnénk azt bizonyítani, hogy ez tényleg hasznos és tényleg működik, és nagyon szívesen együtt dolgoznánk a Magyar Lovas Szövetséggel ezeken a rendezvényeken. Akár bemutatók szervezésével, akár a rendezvények vagy a helyszínek biztosításával, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunknak fontos ugye alapvetően a lovas sportolók és a közönségnek a biztonsága is. Akkor előbb bizonyítani kell, úgy érzed? Én úgy gondolom, hogy igen, mert azt szeretném éreztetni, hogy ez csak nem jó. Mert akkor azt mondod, hogy történt valami, az a, ha ilyen szempontból nézzük, akkor nem jó. Hát igen, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy aki felül a lóra, ugye az számoljon azzal, hogy le is eshetik. Ez egy jó mondás és hasznos mondás, és ez mindenkiben, aki lóra ül, benne van és elfogadja. Azért gondolom azt, hogy szeretnénk bizonyítani ennek a hasznosságát, mert ez is kettős. Az egyik úgy gondolom, hogy egy olyan szervezet lehetünk, ami önmagában önfenntartó lehet. Tehát képzelj el egy olyan rendszert, ahol van X mennyiségű lovas oktató, X mennyiségű lovunk. Nem egy olyan ötlet, hogy én most fölkeltem otthon az ágyból, és úristen, ezt fogom csinálni, hanem ugye mi már 3 éve működtetjük ezt a lovasparkot. A Palomino lovasiskolával nagyon jól működik a rendszerünk. Rengeteg embernek tartjuk megállapodásokkal a lovait. Folyamatosan táboroztatunk, folyamatosan túrákat szervezünk. Tehát, hogyha ezek a lovasok, tehát mint szervezetet elképzeljük, a békeidőben, amikor nem kerülnek bevetésre, ők folyamatosan dolgoznak, folyamatosan nyereséget, pénzt termelnek, egy gazdasági rendszert tartanak fent. Tehát önmagában normatívák vagy állami beavatkozás nélkül is maga a szervezet önfenntartóvá tud válni. Vagy más mentőcsoportokhoz képest mondjuk
A lovaink, amikor nem mentenek, akkor gyerekek ülnek a hátukon, turistákat visznek, fogatokat húznak, tehát folyamatosan dolgozik a rendszer, folyamatosan dolgoznak a szakembereink, és folyamatosan működtetik ezt a történetet. Egyébként mennyire speciális ez a lovas balesetes történet? Tehát nagyon eltér, vagy egy általában, aki megtanult, hogy hogyan kell egy nyíltöréssel, vagy más jellegű balesettel mit kell kezdeni, azért azt tudja, vagy ez itt más jellegűek? Mennyire speciális? Induljunk ki abból a körülményből, hogy minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy neked nem kell mondanom azt a történetet, hogyha végig gondolja az ember, a lovaglás az egyetlen olyan sport, ami egy ugyanolyan egoista, önálló tudattal bíró élőlénnyel való együttműködésről szól. Tehát nekem egy önálló lénynek a hátára fel kell ülnöm, és együtt kell vele működnöm. Na ez az élőlény, mondjuk elképzelünk egy robogót, 60-nal, 50-nel, 40-nel, 30-al robog velünk, nincs körülöttünk fülke, nincs biztonsági öv. Tehát azért ebből nagyon csúnya történetek is származhatnak. Maga az izomtömeg és a testfelépítése miatt, hogyha mondjuk ő rárúg az emberre, ott azért borzasztó nagy becsapódás, óriási erővel bekövetkező csonttörések jöhetnek létre, amitől az embert nem védi meg semmi. Tehát lovas emberként én hiszek a lovakban. Mindenki ugye nagy szeretettel fordul feléjük, és azt mondja, hogy nem, és szeretjük őket, és babusgatjuk, és imádjuk őket, de azért én láttam nagyon érdekes eseteket, vagy nagyon csúnya eseteket is. Tehát akkor fontos az, hogy specializálódjanak a lovas balesetekre a lovas mentők? Én úgy gondolom, hogy ez hasonló más szakmákhoz. Vannak olyan mentőszolgálatok, akik mondjuk csak búvárkodással vagy merüléssel foglalkoznak. És ezt csinálják nagyon-nagyon kiválóan. Vannak olyan szervezetek, akik mondjuk csak kutyákkal foglalkoznak, a kutyák képzésével és a kutyákkal való mentéssel foglalkoznak hihetetlen csodálatos módon. Mi úgy gondolunk, egy olyan irányt választottunk, ami a mi szakmánk, hogy lovakkal foglalkozunk, lovakat képzünk arra, hogy egy ló képes legyen felvenni egy földön fekvő embert és arrébb vinni parancsra, hogy ne tűzös akadályokat ugráljon át a ló, hanem hogyha kell, akkor tűzön menjen át az emberrel, ha kell, akkor az ember még egy vízimentésnél a ló mondjuk hozza ki az embert a vízből. Csúnya szóval azt is mondhatnám, hogy egy nagy kutya, ami ugyanannyi képezhető és idomítható mondjuk, mint az ebek. Vannak ilyen lovak? Folyamatosan dolgozunk rajta. Hát ez egy vége láthatatlan folyamat. Ez egy érdekes történet. Ez egy végtelenül érdekes történet, és nagyon-nagyon jó fogadtatásra talált a szakmában ez az egész elképzelés, és rengeteg-rengeteg segítséget kapunk. Ugye alapvetően az Aranysomi Lovas Parknak a tulajdonosa egy mesevilágot teremtett számunkra, amit ugye nekünk csak használni kell. Mellette úgy gondolom, hogy az ország legjobb trénerei, lovasaitól kapunk segítséget, kapunk tanácsot, jönnek és képezik a lovasainkat, képzik a lovainkat, foglalkoznak vele. Tehát visszatérve a beszélgetésünk elejére, ez abszolút nem az én érdemem. Tehát vannak nálam sokkal nagyobb tudású emberek ebben az országban, sokkal nagyobb tudású emberek mondjuk a Magyar Lovas Szövetségben is, és én úgy gondolom, hogy kicsit ilyen alulról szerveződve lovasok világából szeretnénk ezt az egészet felépíteni, nagyon alaposan. Zárásként. Csalódott lenni, hogyha nem lenne jelentkező? Nem lennének jelentkezők? Mert azért több ember kell jelentkezni erre a tanfolyamra, ahhoz, hogy életképes legyen. Csalódott lennél? Nem. Két okból nem. Háromból. Mert nem szokásom. Tehát soha, mert vannak jelentkezők, és hiszek abszolút ennek a dolognak a hasznosságában, hogy mindenki, aki lóra ül, belátja ennek a fontosságát, és a mindennapi gyakorlat ezt is bizonyítja. Hány emberre lenne szükség Magyarországon ilyen lovas életmentőre? Én úgy gondolom, hogy gazdaság és praktikum szempontjából a legjobb lenne hosszú távon egy szövetségi alakulni. Ugye a Magyar Vöröskereszttel azt a célt tűztük ki az elkövetkező 1-2 évre magunknak, hogy ezt Pest megyében kipróbáljuk, Pest megyében ennek a működését kialakítjuk, bizonyítjuk ennek a létfontosságát, lehetőségeit, mérőszámokat állítunk anyagilag, időben, felszerelésben, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Igyekszünk tanulni ugye a külföldi szervezetektől, folyamatosan pályázunk és ugye gyűrjük ennek a lehetőségeit, és mindenképpen sokkal gazdaságosabb ugye hosszú távon, hogyha megyénként alakulhatnának lovardákból, kisebb lovas csoportokból ilyen mentőalakulatokat, mi erre ki tudunk képezni, és minden megyének lenne egy ilyen csoportja, aki nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan oda tud érni, foglalkozni tud vele. Magyarországnak a rákfenéje, hogy meg tud belőle élni, tehát egy olyan gazdasági rendszert lehessen mögé csatolni, hogy ez fenntartható legyen, eltartható legyen, és onnantól kezdve ez nagyon szépen működhet.
Azért csak az lenne legjobb, hogyha magyar-lovas szövetségek karöltve versenyeken is ott lennétek. Természetesen. Sőt, én ennél messzebb mennék, mert amikor elkezdtem ezt keresgélni, hogy Magyarországon ennek milyen hagyománya lehet, vagy volt, vagy van-e, nem találtam erre anyagot. De nem, hogy Magyarországon nem, hanem egész Közép-Kelet-Európában sem. Tehát sem szlovákoknál, sem a román testvérországoknál, sem Ukrajnában. Tehát igazán egy olyan határon átnyúló lehetőség is benne van, hogy most mondok neked egy példát, mondjuk egy tátrai széldöntéses történetnél, vagy egy ukrán árvíznél, hogyha lennének olyan csoportok, mint ahogy vannak nagyszerűen működő mentő alakulatok, akik ugye pénzt, időt nem kímélve ugye mennek és segítenek mindenhova. Úgy gondolom, hogyha egy ilyen történetben minél többen, minél sokszínűbben, minél sokrétűbben össze tudunk fogni, az csak mindenkinek a hasznára lehet. Na minden esetre kíváncsian várjuk akkor, hogy milyen fogtok alakulni. Első lépés akkor megalakult, hogy az egyesület működik, lesz a tanfolyam, és minden jó pár ember akkor ezt elvégzi, ugye? És akkor már vártok a feladatra arra, hogy bemutatkozzatok élesben. Így van. Tehát igazán azért mondtam neked az elén a bizonyítás kérdésében, hogy mi nem a nulláról indulunk. Tehát azért nekünk fedeles lovardánk van, lovaspályáink vannak, lovaink vannak, területünk van. Tehát minden olyan tényező és minden olyan feltétel adott itt Budapest szélén, amivel mi dolgozni tudunk. Innentől kezdve csak a remek módon kiképzett szakembereknek az összefogásán múlik az, hogy ezt hatékonyan a mindennapokban be tudjuk evetni. Hát meg hogy azt mondják, hogy igen, szükségünk van. Így van. Szükség lesz rátok? El fogják fogadni? Gondolj bele abba, és ez egy nagyon jó kis példa, hogy a téli hónapokban, talán márciusban volt ez a probléma, hogy a M1-es, M3-asnak, vagy M1-es, M7-esnek a beavózódása. Ott is a környékbeli lovasok tudtak elmenni ki az utakra, és a kocsik között eljárni a lovakkal, és az embereknek ruhát vagy élelmet vinni. Gyalog ez kemény feladat, tehát ugye mindig a helyi embereknek az ötletszerűségén, kedvességén vagy leleményességén múlik, és úgy gondolom, hogy minden ilyen körülményben, hogyha a magyar lovasok erre kapnának egy nagyon hatékony képzést, egy nagyon hatékony gazdasági segítséget, akkor minden ilyen pici esetben is. Ott, ahol mondjuk egy behozott településnél mondjuk a gépek nem tudnak bemenni, ott egy lóval, lovasszánnal bármikor bemegyünk, sérülteket hozunk ki, élelmiszert viszünk be, vizet viszünk be, embert hozunk ki. Tehát a ló ilyen szempontból hihetetlenül praktikus a mai modern kor gépei mellett is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Azért szeretném, hogyha az év másik felében azért kimondanak, hogy akkor a Magyar Lovas Mentőszolgálat mire jutott, sikerült-e A pontból B-re lépni, illetve már akár C-re, azaz tovább fejlődni a megkezdett úton. Sok sikert kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. További sportosat. A Dínosport Híradó internetes média partnere a lovasok.hu. Lóháton még színesebb a világ.